folytatódjék a sajtótájékoztató. Köszöntöm Schindler Szabolcsot, az FC Lajka vezetőedzőjét. Szabolcs, ez az a győzelem, amire vártunk? Szerintem igen. Első fél időben nagyon jól játszott a csapat. Amit elterveztünk, az ült. Gólokat szerzett a csapat, a lélektan mellettünk volt. Második fél időben átadtuk egy kicsit a területet, másodikból is volt gólszerzési lehetőségünk, szereztünk is gólt. Ha a dramaturgiát veszem, akkor minden úgy történt az első 8 percben, hogy terveztük. A végén viszont egy kicsit kiengedett a csapat, és rá is a kértéken nehéz meccs lett az utolsó pár perc a hosszabbítása, hiszen 2 gólt kaptunk, de ez benne van a futballban. Ha a csapat így tud játszani, akkor szerintem ez is belefér, természetesen minden mérkőzésen nem. A csapatnak nagy gratuláció, mert nagyon jó mérkőzést játszottunk. Úgy akartam kezdeni a sajtótájékoztatót, hogy megkérdezem tőled, hogy mivel sikerült így feltüzelned a srácokat, mert tényleg az a kezdés, ahogy kezdtétek, az olyan brutális volt, oké, hogy érik az erős paprika, de gondolom halapeljót adtál nekik, hogy menjenek. Hát szerintem nagyon sokat edzettünk nyáron, lehet, hogy az első pár forduló ráment az eredményességre, viszont fizikálisan megvan a csapat, most kevésbé ültek a cserék, de szerintem mindenki átérezte azt, hogy amit folyamatosan súlykolok, meg mondok a játékosoknak, hogy a harmadik és a 12. hely között 1-2% a különbség, ezt ma is láttuk, 5 perc kihagyás elég ahhoz, hogy 2 gólt kapjunk, de az is benne volt, hogy akár több gólt szerezhettünk a mai nap, de nem szabad elégedetlennek lenni, hiszen egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, tele volt NB1-es játékossal, és így szerintem felértékelődik ez a siker. Igen, az előző sajtótájékoztatón is elhangzott az, amit ti mindig hangoztattok, hogy az MB2 egy olyan kávéház, ahol bármi megtörténhet, például rá ez a mai mérkőzés. Igen, arra készültünk, hogy mind a két csapatnak lesz jó 15 perce és rossz 15 perce. Szerintem mi a jó 15 percünkre nagyon jó sáfárkodtunk. Igaz, el kell mondanom, hogy a végén ők is az utolsó 5-6 percen nagyon jó sáfárkodtak, de a mérkőzés összképét tekintem, akkor úgy gondolom azért megérdemelten nyertünk. Vége felé azt láttuk, hogy elég bátran cseréltél. Második gólnál nem bántad meg ezt a cserét? Nem bántam meg. Mindenkinek lehetőséget szerettem volna adni. Az előző hetekben jól teljesítettek játékosok, és hát betettünk fiatal játékost is, akinek ez volt az első mérkőzése 2007-es, de kockáztatni kell, igaz, szorosabb lett, de látom a heti munkát, tudtam volna többet cserélni, akik eddig kevesebbet játszottak, de sajnos 5 cserél lehetőségem van. Frissíteni kellett azért a második fél évvel csapatot. Köszönöm szépen, kérdések. Krisztián? Kérdés? Köszönjük szépen, köszönöm. További sikert a csapatban. Sziasztok! Sziasztok.